Régóta várják az október 12-i dátumot a civil szervezetek. Aznap jelennek meg a Nemzeti Együttműködési Alap jövő évre nekik szóló kiírásai. Mint az erről szóló pénteki vásáros naményi fórumon elhangzott, érdemi változásokra nem kell számítaniuk, ezúttal is összevont és egyszerűsített pályázatokat adhatnak be. A támogatás forrása ugyanakkor nagyobb. A 9,3 milliárd forintos keretből elnyert összeget szakmai és működési költségeik fedezésére fordíthatják. Az 5000 fő alatti települések civil szervezetein nemrég a Magyar Falu program keretében is pályázhattak, 4 kiírás állt rendelkezésükre. Gépjárműbeszerzés, ingatlan, felújítás, illetve ebbe akár területvásárlás vagy ingatlanvásárlás is belefért. Eszközbeszerzés és programmegvalósítás, azt látjuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés, több mint 18 milliárdnyi igény érkezett be, a megyéből is több mint 400 pályázó pályázott, azt gondolom, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ebben is mutatja, hogy egy nagyon aktív megye, nagyon sok kis települési civil szervezetnek ez nagy lehetőség, de értelemszerűen a források szűkösek, hiszen 5 milliárd forint áll rendelkezésre. Vásáros Namény partnerként tekint a civilekre, hangsúlyozta a város polgármestere az eseményen. Egy város akkor stabil, hogyha megvan az a hármas egység, amelyet az önkormányzat, a vállalkozások és kiemelten a civilek betöltenek a mindennapjainkban. Tudjuk azt, hogy a civil kezdeményezéseknek mindig van olyan célja, amely egy város céljával egyezik. Ez lehet akár a környezetvédelem, a tisztaságra történő odafigyelés, vagy egyáltalán a civil szervezetek működése, a kulturális, a sportéletnek a fölrendítése. A térség országgyűlési képviselője szerint azért hasznosak ezek a lehetőségek, mert hatásukra a civil élet meg tud mozdulni. Úgy gondolom, hogy a 21. században különösen nagy hangsúlyt kap az alulról jövő kezdeményezés. Igazából egy, ha úgy tetszik, és ez egy nagy szó, de a demokrácia mindig egyik fontos ismérve, hogy a alulról jövő társadalmi kezdeményezéseket egy adott kormány hogy tud fölkarolni. Fontos tudni, hogy a NEA pályázatai keretében olyan civil szervezetek is részesülhetnek a forrásból, amelyek csak tavaly kezdték meg munkájukat.